Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Szerelem, párkapcsolat, április. Áprilisban a Merkur retrográd, tehát régi, múlt. Ez azt jelenti, hogy a régi partnereink például megkereshetnek minket, újra felbukkannak, valamilyen híreket hallhatunk a régi partnerekről, tehát ez benne van a pakliban, úgymond. Most is érdemes 3 darab kirakást nézni, a napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Vízöntő, az egyedülállóknak megnézzük. Ugrálnak a kártyák. Jönni akar plusz információ, na nézzük. Gyorsaság, 8-as botok, tűzenergiát kaptunk, a leggyorsabb kártyát megkaptuk, valami gyorsan, egyébként szerelem első látásra szokott mutatni ilyet. Ez a kártya, vagy fogantatás, gyorsan belépen a szerelem az életünkbe, élnek a kártyák a kezembe, akkor maradjanak. Olyan is lehet, utazás szokott mutatni ez a kártya. Például elutazunk valahova, és ott fogjuk megismerni azt a bizonyos nagyőt. Például, na mi van itt? Na nézzük. Itt van egy király. Hát ez maga a vízöntő. Itt van a 3-as. Kardok. Levegő energia, tehát a ti energiátok. A kardok 3-as azt üzeni nekünk, hogy többet ésszel, mint szívvel. Az észszerű gondolkodás itt nagyon fontos, a hideg vér megtartása. Ráadásul ugye ez a király is ilyen, kardok királya, az észszerű gondolkodás. És az ötös érmék. Na most, Nem szabad hagyni, hogy elkeseredjünk például. Nem, semmiféleképp. Ha egy ilyen kis negatív gondolat, mert a kardok ez maga a gondolatunk, eluralkodik rajtunk, akkor na gyorsan meg kell szabadulni ettől a negatívumtól. Jó? Tehát, hogyha a vízöntő azt érzi, hogy jaj, de szerencsétlen vagyok, jaj, már megint ez történik velem, akkor ettől gyorsan meg kell szabadulni. Egyébként ez a kártya, ez az ötös azt szokta üzenni nekünk, hogy a hit maradjon meg. Jó, hinni kell abban, hogy minden rendeződik, hogy az univerzum segít nekünk. Segít. Jókor, jó helyen leszünk, jó időben, és jönni fog az a bizonyos megfelelő partnerség. Megyünk tovább. Stabil párkapcsolat. Nagyon különleges energia. Tombol most itt. Ó, karmikus kártya. Hát ez nagy változás. Egyébként a Plutónak a kártyája. A Plutó meg most a vízöntőben van. A nagy változás, a transformáció, az átalakulás. Valami, ami hát már nem olyan lesz, mint rég. Valami megváltozik. Lehet, hogy valaki felveszi a párjának a nevét. Ez nagy változás, igen. Lehet, hogy eddig a párkapcsolat nem volt hivatalos, most meg hivatalos lesz. Tehát valami véget ér, és valami új itt elkezdődik. De olyan is lehet, hogy ez egy hivatalos válás lesz. Egy hivatalos szakítás. Megyünk tovább. Bonyolult párkapcsolat. Na, mi van itt? 10-es tűz energia. Ó, ez nekünk teher. Teher ez a párkapcsolat. Teher. Tűz energia dominál. Teher. Kell ez nekünk? Lehet, hogy nem is kell ez nekünk. Ez a párkapcsolat. Lehet érdemes ettől megszabadulni? Ledobni úgymond magunkról ezt a bizonyos terhet. A kirakást ilyen szúrós kártyákkal kezdtük. Tehát itt vannak kardok, megint az észszerű megoldás, az észszerű gondolkodás. Mert ez a király maga az ész. A józan ész. Ő nem hallgat a szívére, ő az eszére hallgat.
A legelső kártyánk tűzenergia, és itt az utolsó kártya tűzenergia, hogy tényleg kell ez nekünk. Hát ezt már mindenki maga dönti el, hogy jó nekünk ezzel a teherrel együtt lenni, vagy lehet, hogy épp ide lezárni ezt a kapcsolatot. Főleg, hogy mellette van a halál, tehát legyen vége ennek a kapcsolatnak. Plusz információ, plusz levél, plusz egy üzenet. Na nézzük, ötös, és van ilyen kártyánk, érmék itt van, ötös. Ötös az a fordulópont, az ötös az a változás, az ötös az a nehézség, amin át kell esni, akár tetszik nekünk, akár nem. Jó? Tehát túl kell tenni magunk rajta. Az ötös után már hatos fog következni, és nem hiába itt a halál, a változás. A változás valamilyen nehézség. Azért van itt érmék, értékek, ami nekünk értékes. Akár ezt el is veszítheti az ember, ez is benne van a pakliban. De a lényeg, amit üzen ez a kártya, bármi is legyen itt, egyszerűen tényleg nem szabad elveszíteni a hitet. Hinni kell, hogy minden jóra fordul. Nagyon érdekes. Itt is olyan misztikus, de végig olyan érdekes, misztikus energia tombol itt velünk. Nem hiába már a holdfogyatkozás már hat ránk itt, ami március 25-én lesz, április 8-án a napfogyatkozás. Hát ezt az energiát érezhetjük. Plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap, akár hat hónap.